És akkor egy természeti témával zárjuk le a mai délelőttünket, ismét egy kirándulásra hívjuk a kedves nézőket. A Pilisi Parkertő ZRT kommunikációs előadója Mészáros Péter a vendégünk, szervusz! Szervusz, és jó napot kívánok minden tévénézőnek! Mert hogy interaktív tanösvényt avattatok a hármas határhegyen, itt ugye a budai hegyekben fogunk végül is kirándulni, nem a Pilisben, tévesen mondtam, de a nevetek megtévesztő lehet. Guckler Károly tanösvényt avattátok fel. Ki is volt Guckler Károly? Így van, hát tanösvényt avattunk még hozzá a hármas határhegy oldalában, és kicsit az történelmére azért tekintsük vissza ennek az útnak. Ugyanis 1916-ban bízta meg a fővárosi közgyűlés Guckler Károly főerdőmester urat, hogy létesítsen itt a hegy oldalában egy sétautat. Azért érdekes ez az évszám, mert ugye tudjuk, hogy akkor ugye világháború volt itt az országunkban is, és mégis a fővárosnak igénye mutatkozott arra, hogy azért ki tudjon kapcsolódni, ki tudjon menni az erdőbe. Tehát Guckler Károly 2 év alatt kivitelezte ezt az utat, és most, amikor az utat is karban tartottuk, nagy örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon jó munkát végeztek, tehát az anyag az belekerült az útba, tehát nem sok mindent kellett rajta javítanunk. Nyilván ugye a felszín az egy kicsit megkopott, tehát kisebb javításokat el kellett rajta végezni. Aki viszont 1918 környékén végig sétált ezen az útvonalon, remek panorábában gyönyörködhetett, csodálatos kilátás nyílt akkor Óbudára. És hát szintén Guckler Károly munkásságának az eredménye, hogy azért az elmúlt 100 évben ott azért erdő is felnőtt. És itt is megint egy kicsit akkor menjünk vissza az időben. És itt az 1800-as évek végén változott ugye a hármas határhegy kopárrá, méghozzá a filoxérának köszönhetően. Na igen, de hogy került szőlő, a hármas határhegyre? Annak idején ugye itt azért a hegyvidékeken nagy szőlő és gyümölcs termesztés folyt, így a hármas határhegyen is. Azonban ugye a filoxéra járvány ez tönkretette ezeket a szőlőket, és természetesen a gyümölcsöket is, tehát felhagyták őket. De akkor egy gyümölcsös kert volt végül is itt a budai hegyeknek a területén, mondjuk jó 100 évvel ezelőtt? Így van. Tehát itt szőlők teremtek, gyümölcsök teremtek, és hát aztán, mivel felhagyásra kerültek, pusztulásnak indultak ezek a kultúrák, és utána pedig ugye, mivel megszűnt ott a növényzet borítása, lecsupaszodott a hegyúttal, így vált a hármas határhegy is kopárrá. El se tudom képzelni, hogy mondjuk felmegyünk a normafára, és mondjuk szőlőültetvényt találunk, hát nem volt mondjuk a klíma, vagy az időjárás túl hideg ezeknek? Nem a normafáról beszélünk, hanem inkább ugye itt a hármas határhegyről. A hármas határhegy az egy kicsit más adottságokkal rendelkezik, mint a normafa, tehát a normafa az régebben is egy erdősült terület volt. Itt viszont ugye, mivel valamit kellett kezdeni ezekkel a lecsupaszított hegyoldalakkal, Guckler Károly bécsi mintára, hát ezt az idegenhonos fekete fenyőt alkalmazta, aminek talajképző szerepet szánt. Mi, az erdész utódok azért azt tapasztaljuk, hogy igenis ennek volt értelme, ugyanis most már itt a fenyőerdők helyett látjuk, hogy megérkeztek az őshonos lombos hafajok, és hát ezeknek a növekedését segíti most elő a Pilisi Parkerdő, és hát alakítjuk át ezeket az erdőket. Mit jelent az, hogy tanösvényt alakított ki ugye itt Guckler Károly, vagy mire is szolgált? Akkor lehet, hogy még nem tanösvény volt, hanem ez a sétaútvonal. Kikapcsolódásra, tehát turisták érkeztek oda, akik nyilván némi rekreációs célra, ez egy ilyen, hát kicsit modernabb szó, tehát pihenni vágytak ott az emberek, végig sétálni, gyönyörködni a kilátásban, erdei levegőt szívni. És az azért, valljuk be, hogy ma sincsen másként, tehát jelenkorunk emberének is szüksége van arról, hogy egy kicsit a természet ölén ki tudjon kapcsolódni, el tudja felejteni a mindennapi forgatagot. Pont ezen az okból, mivel az erdők már itt felnőttek és a kilátás megszűnt, 2 új kilátó teraszt létesítettünk, amiről csodálatos kilátás nyílik ismét Óbudára. Na, manapság azt már megszoktuk, hogy mondjuk a kiállítások a múzeumokban interaktívak, de most hogyan lehet egy tanösvény interaktív? Szintén visszacsatolnék arra, hogy ugye korunk embere, illetve a mai fiatalok nagyon sok időt töltenek ugye a számítógép képernyője előtt, vagy akár ugye a televízió képernyője előtt, és mi ezért szeretnénk őket is meghívni az erdőbe, hogy egy kicsit kiránduljanak, hogy egy kicsit mozogjanak, és arra gondoltunk, hogy pont a technológián keresztül lehet őket megfogni. Így a tanösvényeken különböző kódokat,
QR kódokat helyeztünk el, így aki nem tudja letenni a mobiltelefonját esetleg, az számos további plusz információval gazdagodhat így a tanösvény mentén. Nyilván mondjuk egy táblán nehéz megvalósítani azt, hogy az ember madárhangokat hallhasson és visszaellenőrizhesse, hogy valóban azt a madarat látja-e, hallja-e, ami ott ezen a helyen él. Azonban itt a QR kódok segítségével gyorsan le lehet tölteni a hangfájlt, és akkor le lehet játszani, vissza lehet ellenőrizni. És akkor végül is megállapíthatjuk, vagy ilyen kis ornitológusok is lehetünk, hogy most milyen madár van éppen a fejünk felett, és milyen dallamot csiripel nekünk. Egyébként milyen hosszú ez a tanösvény, vagy egy mekkora túráról, kirándulásról van itt szó? Maga a tanösvénynek a hossza az 3,5 kilométer, tehát nem egy olyan túlságosan hosszú szakaszról beszélünk, de a táblákat úgy helyeztük el, hogy oda is és vissza is tudjunk érdekes tartalmat szolgáltatni azoknak, akik veszik a fáradtságot, cipőt vagy bakancsot húznak, és vagy esetleg akár babakocsit tolnának végig ezen az ösvényen, mert erre is lehetőség van. Természetesen azért nem árt, hogyha szárazabb az idő, és nem ilyen ködös és párás és csapadékos. Idősebb korosztálynak, hogyha mondjuk szeretnének megpihenni itt a séta vagy a túra során, akkor van-e lehetőség például a megpihenésre? Természetesen igen, tehát padasztal garnitúrákat is kihelyeztünk, valamint gondoltunk arra is, hogyha valaki akár egy hosszabb időtartamot szeretne eltölteni itt a Gukler Károly tanösvényen, és mondjuk szeretné megsütni a szalonnáját. Pontosan, piknikezés. Így van, tehát egy kis piknikre is lehetőség nyílik. Így most ebben az időszakban ugye már elmúlt ez a nagy szárazság, az őszi szárazság, akkor gyújthatunk tüzet ezeken a kijelölt területeken? Igen, tehát nincsen most jelenleg érvényben tűzgyújtási tilalom a Pilisi parkerdő területén. Hát nyilván mondjuk az időjárás azért ennek gátat szab, nem tudom, hogy ki az, aki ebben a ködös időben azért tűzgyújtással próbálkozna. Erre azt gondolom, hogy inkább ezek a szárazabb, melegebb idők azok, amik alkalmasak. Nézzük meg, hogy azt láttam én mondjuk így a közösségi médiában, hogy úgy az elmúlt héten leesett mondjuk az első hó itt a budai hegyekben is megjelent azért ilyen porcukorszerű valami képződmény. Ti mit tapasztaltok ilyenkor? Növekszik mondjuk az erdőlátogatottság így a téli kezdeti havas időszakban? Nyilván ugye a köd az azért gátat szab a kedvnek, és ilyen időben kevesebben indulnak el. Azért, hogyha leesik az első, akkor nyilván sokan jönnek erdőterületre, hogy élvezzék az erdei körülményeket egy kis hóban. Nyilván azért azt hozzá kell tenni, hogy abban az időben nő meg a Pilisi parkerdő látogatottsága, amikor inkább napsütéses, kicsit melegebb idő van. Azt láttam, vagy azt is olvastam az oldalatokon, hogy ellenőrzéseket tartottatok a turista utak biztonságáért november első felében. Ennek mi volt az elsőleges célja, vagy mit ellenőriztetek a turista utakon? Ezt hozzá kell tegyük, hogy a Pilisi parkerdő területén éves szinten mintegy 25 millió látogatói alkalmat regisztrálunk, és ebből ugye nyilván legtöbben gyalogosan érkeznek ide az erdőbe, éves szinten olyan 15 millió alkalommal látogatják ilyen célból az erdeinket, de nagyon sokan vannak, akik kerékpáros szenvedélyüknek hódolnak, és számukra is ugye lehetőség nyílik, hogy bejárják az erdei utakat. Nem véletlenül alkottuk meg ugye a Pilis Bike erdei kerékpáros hálózatunkat, így a kerékpárosok számára ugye kijelölt útvonalakat biztosítunk, ahol lehet haladni. Azonban tapasztaltuk azt, illetve számos bejelentés érkezett hozzánk az erdőgazdasághoz, hogy olyan útvonalakon is mennek a kerékpárosok, amik bizony forgalmas és csak és kizárólag turista ösvények, tehát gyalogos turista ösvények, és hát inkább a gyalogosok védelme érdekében kértük meg és szólítottuk fel a kerékpárosokat, hogy olyan útvonalakon járjanak, ahol erre lehetőség van. Itt azért mondjuk gondolom, hogy az ő biztonságuk is fontos, tehát mondjuk nem véletlenül lesz egy útból csak és kizárólag turista út, tehát ott nem feltétlenül, egyrészt a forgalmasság miatt is, de nem feltétlenül alkalmas például, gondolom egy út is mondjuk a kerékpározása, itt azért a balesetek elkerülése is gondolom nagyon fontos szempont. Abszolút. Tehát természetesen mindkét oldalt próbáljuk ezzel védeni és megelőzni a lehetséget.
lehetséges balesetveszélyeket. Egyébként erről a biciklis úthálózatról hol lehet tájékozódni? Mert én nem vagyok ugyan egy nagy biciklis, de biztos vannak egy páran, akik esetleg nem gyalogszerrel érkeznének az erdőkbe, hogy merre lehet, vagy merre vannak ezek a kijelölt kerékpárutak. A parkerdő.hu weboldalára kell fellépni, a Pirisi Parkerdőnek ez a weboldala, és ott lehet tájékozódni itt a kerékpáros hálózatról. Több célú ez az útvonal, tehát egyrészt van ugye egy 350 km hosszúságú hálózatos rendszerünk, tehát ezt keresztül Kassul lehet járni ezeken az útvonalakon a Pirist, mindenki saját maga megtervezheti az útvonalát. Jó de kis szintkülönbségekkel. Így van, tehát ezek elég változatos utak, az erdészeti műutaktól kezdve egészen a Murvás, sőt a földutakig lehet választani, hogy milyen utakon haladunk végig. De gondoltunk azokra is, akik most ismerkednének meg itt az erdei kerékpározással, vagy éppen családokra, akik gyerekeket szeretnének magukkal hozni. És számukra így a Pilis Bike rendszeren belül P+B parkó és bringász pontokat alakítottunk ki. Ennek az volt a célja, hogy ugye városból, hogyha elindulnak, nyilván nem szeretnék ugye egy forgalmas közút mellett a gyerekeket biciklisztetni. Így hát oda lehet menni akkor autóval, onnan le lehet szedni ugye a kerékpárt a csomagtartóval, és el lehet indulni az erdőbe. És az utolsó része ennek a fejlesztésnek, illetve hát a következő fázisa inkább úgy fogalmaznék, mert azért még szeretnénk itt további fejlesztéseket végrehajtani, az volt, hogy vasútvonalat is bekapcsoltunk Esztergom és Budapest között, tehát most már arra is lehetőség nyílik, hogy valaki a bicikliét feltegye a vonatra, leszáll, és utána elindulhat az erdőbe. Maradjunk abban, hogy legyen még a hétvégén biciklis időszak, aztán kezdődjön a szánkós időszak, mert szerintem sokan, sőt a gyerekek biztos vagyok benne, hogy már csak ezt várják. Így van, mi is várjuk a havat egyébként és a hideget. Köszönöm szépen, Péter, hogy eljöttél hozzánk, és további jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen.